Áder János köztársasági elnök úr már kiírta az önkormányzati választások időpontját. Mit tudhatunk, mikor járulhatnak az urnákhoz a választópolgárok? 2014. október 12-én lesznek a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választása. Szokás szerint a választás 6 órától 19 óráig tart. Ami a választási eljárás szabályait, az önkormányzati képviselők választását illeti, az alapvető szabályok azok nem változtak, tehát egy 2010-es törvény határozza meg a választási eljárás rendjét, illetőleg a választható képviselők számát. Ez Ercsiben tehát változatlan, egyéni listán választjuk meg az önkormányzati képviselőket, a számuk változatlan, 8 képviselőt választhatunk, ebből adódóan 8 képviselőre lehet maximálisan szavazni a választás napján. Emellett polgármester jelöltre is szavazhatunk, a megyei önkormányzati képviselőket megyei listán fogjuk megválasztani, tehát ilyen értelemben mindenki 3 szavazólapot fog kapni. A nemzetiségi képviselőkkel kapcsolatban mit tudhatunk? Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása az egy picit eltérő. Szavazni itt azok a választópolgárok szavazhatnak, akik a nemzetiségi névjegyzékben szerepelnek. És emellett 3 képviselőt lehet választani, akár a roma nemzetiségi önkormányzatot tekintjük, akár a horvát nemzetiségi önkormányzatot. Helyileg hol adhatjuk le rájuk a szavazatokat? Az önkormányzati képviselőkre, polgármesterekre, jelöltekre ugyanúgy a megszokott szavazó körökben, szavazóhelyiségekben, a nemzetiségi önkormányzati képviselők esetében pedig az Eötvös József Általános Iskolában lesz a szavazóhelyiség. Apró változtatások azért mégiscsak voltak, például az, hogy 5 évre szól a mandátum ezúttal. Így van, 5 évre szól a mandátum. Maga a választási eljárás szabályaiban is van bizonyos módosulás. A tekintetben is természetesen, amit már tapasztalhattunk az országgyűlési képviselők, illetve Európa Parlamenti képviselők választásán, hogy kampánycsend tulajdonképpen nincs. A kampányidőszak egyébként augusztus 23-án kezdődik, és ebből adódóan október 12-én 19 órakor ér véget. Mikortól, illetve meddig adhatják le a jelöléseiket az önkormányzati képviselőjelöltek, illetve a polgármesterjelöltek? Augusztus 25-ig értesítőt fognak kapni a választópolgárok arról, hogy a választói névjegyzékben szerepelnek. Ez az augusztus 25-i időpont, ez egyben az ajánló ívek gyűjtésének is a kezdő időpontja, tehát tulajdonképpen az ajánló íveken, ugyanúgy, ahogy az országgyűlési választásoknál történt, az ajánló íveken lehet majd a jelöléseket gyűjteni. Az ajánló ívek leadásának a határideje mind a képviselő jelöltség, mind pedig a polgármester jelöltség esetében szeptember 8-a 16 óra. A választások után mikor tudhatunk már biztos eredményeket? Hát a választások után tulajdonképpen már másnap, azt lehet mondani, hogy vannak eredmények, azonban a jogerős eredményre még további 3 napot várni kell. A választópolgárok, illetve a jelöltek hol juthatnak biztos információhoz a választással kapcsolatban? Mindenféleképpen mi saját magunk a honlapon is, és egyéb hirdetményekben is fogunk helyben is tájékoztatást adni, de természetesen a választás.hu című honlapon ugyanígy lehet tájékozódni, emellett külön hirdetményeket is ki fogunk tenni a város több pontjára. Az ország 2715 településén voksolnak tehát október 12-én a választópolgárok. A 2010-es önkormányzati választások alkalmával a polgármester jelöltekre Ercsiben 2781 szavazatot adtak le. A jelenlegi polgármestert a szavazatok 40,13%-ával választották meg, míg a képviselőtestületbe való bejutáshoz elég volt a szavazatok minimum 21,1%-a, ami akkor 581 voksot jelentett.